Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Kunec Zsombor orvos, a Röntgen blog szerzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És aki rendszeresen vélemény nyilvánít a magyar egészségügy kínzó problémáiról, van belőlük elég, de mintha az utóbbi hetekben, hónapokban kicsit kevesebbet nyilvánult volna meg. Lehet, hogy én nem figyeltem annyira, de ahogy úgy érzem, hogy most ez egy önironikus kérdés lesz, vagy ironikus, kevesebb a probléma az egészségügyben? Ó, sokkal. Helyes, jó, akkor ez minden jó, vagyunk. Minden irány jó. De tényleg rosszul vettem észre, hogy mintha kevesebb olyan konkrét botrányról, meghökkentő fejleményről, ellátási hiányosságról, furcsa intézkedésről számolt volna be, amikről az elmúlt években, hát persze lehet, hogy válságosabb időkben a járvány alatt ezekből több is volt, vagy ez csak az én? Hát vagy a Cseh kettőt látta, nem tudom. Nem tudom, én nem gondolom, hogy ez így lenne, hiszen éppen most ha csak az elmúlt két hónapba futunk bele, akkor ugye az új egészségügyi átalakítása kapcsolatos törvényekkel kapcsolatban azért eléggé harsányan reprezentáltam magam, vagy a házi orvosok mostani ügyeleti ellátásával kapcsolatban abban is én azt gondolom, jó, hogy... helyes, magyarázat elfogadva, önkritika részemről. De gondoltam, hogy is most csak egy felvezető kérdés lesz, és csak ki akarom hozni önből, hogy na most akkor gyerünk. De az lehet, hogy nem annyira intenzíven, tehát minden nap jelenik meg egy-egy poszton, vagy egy-egy blogbejegyzés. Az a példa elmaradtam. Tehát most látja? Abból például látja? Valami. Abból most például már nagyon kínos, hogy meg kéne írnom azt, hogy mi a probléma ezzel az egész ügyeleti struktúrátalakítás, az egészen mi van. Mi a probléma, akkor maradjunk ennél. Mi a probléma ezzel az egésszel, ezzel az egész átalakítási tervvel, amit a Magyar Orvosi Kamara eleinte viszonylag, hát nem mondom, hogy szimpátiával, de megértéssel kezelt, hogy vannak benne jó dolgok, az irány nem is rossz, és aztán, ahogy haladt előre a dolog, illetve elkészült a terv, akkor azt mondták, ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, és most már olyan konfliktusba került az egészségügyi kormányzattal, amilyenben még nem volt. Az orvosi kamarával az a probléma, hogy a tanulási fázison most jutott el oda, ahova el kellett volna jutni a jogállási törvény kapcsán. Amikor ők elkezdtek a jogállási törvénnyel kapcsolatban alkudozni a kormánnyal, akkor az már egy zsákba húzás volt, gyakorlatilag szó szerint átverték őket. Hiszen úgy mentek el ebbe a karmelitába, hogy... Ez a látványos, mindenki fejében megvan. Igen, ott bemutatta... És egyébként ott van a Duna, az alattvalókat, és a... mutatta nekik. Bocsánat, és szóval ott azonnal azt kellett volna mondani, hogy rendben, természetesen a béremelés az azonnal és feltétel nélkül, ellenben a jogállási törvény úgy, ahogy van, tessék visszavonni, ennek számos eleme van, ami a beteg biztonságot, tehát nem csak az orvos javadalmazását, vagy az orvos létét, vagy az orvos kötelmeit, hanem a beteg biztonságot veszélyezteti, ez így, ahogy van, elfogadhatatlan és rossz. És akkor ezt kellett volna lépni, ők ehelyett ők elkezdtek alkudozni. És ugyanezt történt És ebbe szorultak bele tulajdonképpen ebben a helyzetben. Igen. Kénytelenek ők most lavírozni, míg most el nem jutottak odáig, hogy tényleg olyan átalakítások vannak készülőben, vagy részben már be is vezették őket, amire már nem lehet azt mondani, hogy hát, azért alkudozunk tovább, hanem... Szóval nem egyszerű a helyzetük, azt el kell ismerni, mert nekik fenn kell tartani... Eleve sok orvos van, sokféle orvos van. Igen, de nem csak ezt, hanem fenn kell tartaniuk a bármilyen kormányzattal szemben, és ez most valóban bármilyen kormányzattal szemben a tárgyalási pozíciót, és törekedni kell arra, hogy valamiféle élhetőbb egészségügy teremtődjön meg. De vannak olyan mérföldkövek, amikor az embert, hogyha nagyon keményen átverik, akkor tudni kell nemet mondani. És én azt gondolom, hogy ők azt nem értették meg annak idején, és ezt talán most kezdik, hogy,
hogy ez a kormány ez csak a nagyon határozott, nagyon egyértelmű reakciókból képes konzekvenciát levonni. Ez olyan, mint a 8. kerületbe felnőni. Adsz egyet, én is adok. És akkor ott lehet tudni, hogy ki kivel van. És az a vicc, ugye, hogy nem vicc, hogy az orvosok tudnak adni. Bár viszonylag meglátjuk. Kevesen vannak, hát elvileg tudnak adni. Hogyha többé-kevésbé egységesen lépnek föl, ha erre felhatalmazzák az orvosi kamarát, akkor ha ők adnak valamit, vagy valahogy ki akarják fejezni a véleményüket, az fáj. Ja, itt a másik, amiben belefutunk, itt az egységes orvostársadalom, ami jelen pillanatban nem igazán létezik. Nem, persze, hogy nem. Ezért is mondtam, hogy sokféle orvos van. Igen. Nyilván van, aki azt mondja, nekem elég ez a jó fizetés, meg vagyok, köszönöm. Pontosan. Köszönöm a kormánynak, és itt van. Nézd, azért azt kell tudni, hogy az orvoslás az gyakorlatilag az egyetemtől kezdődően az elmúlt 50 évben arról szólt, hogy hogyan törik be meg az embereket. Tehát az egyetem első 3 éve az arról szólt, hogy nem arra kíváncsi. Az én egyetemnél biztos, hogy így volt, nem arra kíváncsi az egyetem, hogy mit tud a diák, hanem hogy mit nem tud, és azt próbáljuk kiszedni, amit nem tud. Egész magyar oktatás ügy ilyen, erre van fölépítve. Rendben. Tipikus. De ezt még egyetemi szinten is. Igen, tehát és ez az első 3 év, ez másról sem szól, mint arról, hogy ezt az engedelmességet, vagy ezt a feudális társadalomba a betagozódást, azt valahogy elősegítse. Bocsánat. Elnézést. Szóval, hogy ezt a betagozódást segítse. És a jövőben is, ugye, ha visszagondolunk az elmúlt 10 év, Dekben, akkor azért a dolgok úgy nézett ki, hogy volt az osztályvezető főorvos úr, és voltak utána szép rendben az alattvalók, akik végrehajtották az elképzeléseket. Most egy ilyen társadalomban szocializálódott a jelenleg itt élő orvosok nagy része. Nem lehet azt elvárni, hogy ebben a pillanatban ez az attitűd változó. De akkor ezek szerint az orvosi kamara jelenlegi vezetése a legjobbat hozza ezt egyébként ki a most szerintem, amit most látunk, tehát ez most úgy tűnik, hogy valamiféle egységet sikerült kovácsolni, és ebben valóban komoly szerepe volt a mostani kamarának ezzel a lépésével. De még egyszer mondom, amikor a jogállási törvény bejött, és hogyha akkor azt mondta volna szerintem, hogy nem, álljunk meg, akkor ugyanezt az egységet valószínűleg akkor is meg lehetett volna teremteni, hiszen orvosok körében akkor a jogállási törvény is iszonyatos, és egészségügyi dolgozók mellett, sőt, hát az orvosok ugye kaptak legalább fizetést. Az egészségügyi dolgozók, szakdolgozók meg még az sem, és rájuk úgy vonatkozik ez a törvény. Szóval akkor ha szerintem... akkor lépnek, akkor jobb pozícióban nem tudjuk, lehetnének. Tudja a történelem, ha pozíció. De azért nem árt ilyen. De a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy eljutottak odáig, hogy megértették azt, hogy Harsányan is egész egyértelműen bizonyos dolgokra nemet kell mondani. Én nem mondom, hogy kellett ehhez a jelenlegi államtitkár is, aki jóval nagyobb egóval rendelkezik, mint tudással, és ez kiváltotta valószínűleg. Akkor nézzük, hogy mik ennek a mostani kormány által előterjesztett reform vagy átalakítási tervnek a főbb hiányosságai, gyengeségei, azon kívül, hogy bár ezt is tudják nyilván a nézőink, hogy vannak ilyen fő kérdések, hogy például az orvosi és szakápolói bérek mennyire elszakadtak egymástól, nem lehet így normálisan együtt dolgozni, hogy ekkorák a belső feszültségek, aztán itt van a pandémia miatt a felhalmozódott, mondanám így, nem túl szépen hangzik, beteg tömeg, szóval az elmaradt műtétek, valahogy be kell hozni ezt is, akkor nyilvánvalóan a kevés szakképzett ember, orvostól kezdve ápolókig, ezért aztán koncentrálni kell, összevonni kell, nagy kórházakban lehetőleg mindent elvégezni, de a kicsikre ki tudja milyen feladatot átruházni, és így tovább. Tehát nagyjából ismertek ezek a feladatok, az irány, amit kitűztek, illetve a tervek, amiket ennek érdekében bejelentettek, azok miért rosszak? Na itt van egy félreértés. Igazándiból arról van szó, hogy ez
amit az államtitkárság csinált, az az, amilyen elképzelést sokunk, sokszor, sokféleképpen már publikált az egészségügyel kapcsolatban, mint irányvonalat. Ezekből csipegetett innen-onnan, amonnan, de nem rakta össze egy rendszer. Tehát rögtön mondhatták ezt, hát ezt is ti javasoltátok, meg azt is ti javasoltátok. Igen, csak, sajnos nem rakták össze rendszerre, ráadásul a jellemző módon itt is a házépítést azt a tetőnél próbálták meg elkezdeni, amikor még nincsenek falak. Ezt így meg nehéz. Még mindig szóval, jó, mintha vízen járnának. És tehát ez az egyik probléma, hogy semmiféle rendszer szintet nem, vagy rendszer ismeretet, elképzelés, rendszerben gondolkodást nem lehet náluk jelen pillanatban észrevenni, felfedezni, nem lehet látni azt, hogy miből kívánják ezt finanszírozni, mert ez bizony, hogyha valóban egy átalakításról gondolkodunk, akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi egészségügyre fordítottan 3000-3500 milliárd forintnak legalább a felét, vagy még egyszer ennyit bele kell tolni egy pár éven keresztül, amíg a rendszer fel nem áll. És nem lesz olcsóbb, sokkal, nem lesz olcsóbb, de fenntartható és jó minőségű egészségügyet lehet akkor kapni. Nézzük akkor az egészen konkrét dolgokat, tehát az ügyeleti rendszer átalakítása az egyik, amiben már bele is kezdtek, azt mondják, ahol kipróbálták, az jó. Az ember úgy ránéz és meghallgat szakembereket arról, hogy hát ez szinte kivihetetlen, vagy beláthatatlan szóval következmények. Akkor nézzük egy konkrét példát. Igen. Ugye mindig a Hajdú-Bihar megyei pilotprojektre hivatkoznak. Itt azért azt kell tudni, hogy az elején annyira nem indult el a rendszer, hogy az országos mentőszolgálatnak az országból mindenhonnan orvosokat kellett saját kivonuló állományából oda vezényelni, hogy ellássák ezt a feladatot, sőt, vezető tisztségviselők a mentőszolgálatot ott ügyeltek Hajdú-Bihar megyében. Ennyire volt sikeres a projekt, ugye, amit ott helyben elképzeltek. Pedig ugye az egész arra megy ki, hogy hát megpróbáljanak a kevesebb rendelkezésre álló orvos helyett egy olyan ügyeleti rendszert bevezetni, ahol kevesebb szakember kellene, erre kiderül, hogy ez a módszer sem működik de szakemberek mert hogy egész egyszerűen nem gondolták végig a folyamatot, egyébként az alapkérdés ott van, és erről kéne nemzeti konzultáció, nem mond 5 évesek nem átalakító műtétjeiről, az alapkérdés ott van, hogy szükség van-e ezekre az ügyeletekre. Tehát hogy innen, egyáltalán? Egyáltalán szükség hát mit van. Mit csináljon az az ember, aki este 10 után rosszul érzi magát, hívja a mentőt? Így van. Értem. Tehát nem kell ügyeleti rendszer, elég, hogyha hát nagy bajban érzem magam, hát akkor ott van a mentő, az létezik. De most jelen pillanatban az a skizofrén helyzet állt elő, hogy maga az államtitkárság sem tudja, hogy ez mire való, vagy mit akarnak tőle. Mert azt mondja, hogy a házi orvosnak, akinek majd meghosszabbítja, mint este 10 óráig az ügyeletet, de ez az ügyelet, ez nem igazán a sürgősségi ellátást fogja ellátni, mert arra majd megy a mentő, miközben az házi orvos munkaköri leírásában ott van, hogy a sürgősségi ellátást fogja erősíteni, de ő nem ért hozzá, tehát ez teljesen nonsens, tehát minek? Ha pedig arról beszélünk, hogy nem a sürgősségi, akkor mit keres a beteg 22 órakor a házi orvosi rendelőbe? Miért nem megy el másnap? Hogy következik, mit keres ott a beteg? És hogyha ezt a kérdést feltesszük, és megértjük, akkor jövünk rá, hogy igazándiból se füle, se farka annak, amit az államtitkárság akar, fogalma sincsen. Egyetlen egy lehetséges megoldás van, hogy ugye az ügyeleteket meg akarja szüntetni, és ezt valahogy ilyen gyakorlatilag önmegszűnő módon vezényeli le. De ez megint nem jó, mert ehhez fölösleges akkor a konfliktusokat fölvállalni, legalábbis az orvosi téren, mint amit csinál. Az lenne a megoldás, hogy bizonyos feladatokat, amit jelenleg az ügyelet lát el, és csak ő láthat el, ez a például halál megállapítás. Nem csak a halál megállapítás, hanem a halotti bizonyítvány kitöltése, tehát a haláloki. Ezeket a feladatokat delegálni kéne, le kellene adni a mondjuk mentőtiszt szintre, a mentőtiszteket ahhoz, hogy ezt a feladatot fel tudják venni, viszont fel kell készíteni, oktatni kell.
Tehát, hogyha ezek a rendszerek lépésről lépésre megvannak, akkor juthatunk el oda, hogy ez az ügyelet erre valóban tehát semmi szükség. De nem szolgálatot meg kell erősíteni, pont. És ez sok minden. Ez így van. Így van. De igen, ezzel indulna a történet. Igen. De addig nem lehet hozzányúlni, még akkor sem, ha nem működik, vagy nagyon-nagyon alacsony hatásokkal működik ez a rendszer, ami nem tette meg azt a lépést. Ez volt Molnár Lajosnak az óriási hibája. Nem lehet bezárni kórházat addig, amíg a csilivilit nem állítom elő, és nincsen egy csilivili klinika, ahova be tud menni a beteg, és azt mondom, oké, én ezt most bezárom itt, 50 kilométerre tessék szélesen arra menni, viszont itt teljes körű ellátást fog kapni, és onkológiai ellátástól kezdve a baleseti ellátás mindent meg fog kapni a kor színvonalának megfelelően. Ezt szeretni, vagy inkább jár ide, és 10-20 évvel előbb meghal. Tessék eldönteni. Igen. A házi orvosok már szóba kerültek az ügyeleti rendszerrel kapcsolatban, de hát állandóan szóban is vannak, hogy egyre kevesebb van belőlük, a pálya nem vonzó, egyre több olyan terület van, amelyik kiesik az ellátásból, és kénytelen egy házi orvos akár több körzetben is valamilyen módon kisegítő feladatot ellátni. Miközben az értéket meg elüldözzük el, csak már ez egy nagyon friss történet ma. Kaptam egy itt, hogy egy házi orvos kollégám, egy kvázi barátom, ő bedobta a kulcsot. Azt mondta, hogy április 30-ától befejezte a rendelést, és ez volt budapesti jogkörzetben lévő házi orvos, és azt mondta, hogy ő neki ebből elege van. Ők szerettek volna fejlődni, komolyan gondolták a betegellátást, komolyan szerettek volna segíteni, és ebben a rendszerben nem tudnak. De miért? Akkor ezt ki tudja fejteni, hogy miért? Leírta. Budapest, ugye? Mert az, hogy egy elmaradott, ritkán lakott körzetben milyen problémák vannak, már eleve oda költözni is. Többek között leírta, hogy nem tudja a betegeknek azt az ellátást biztosítani, amit kellene a tehát rendszernek. Nincs meg hozzá a finanszírozása, nem csak a finanszírozás, tud bizonyos kiberendezéseket beszerezni. Bizonyos vizsgálatokat időben kérni. Nem az asszisztense volt, bizonyos vizsgálatokat időben kérni. Tehát, tehát nem tudja tovább küldeni. Nem tudja tisztességesen. Én eljutottam idáig, most akkor kellene ez a szakorvosi vizsgálat, hiába utalom be, ha például két hónap múlva fogadja. Például igen. Na, akkor hogyan, mi a baj még ezzel a ezzel az államtitkárság által kidolgozott tervezettel, hogy ezekre nem ad az választ. Most az ügyeletről beszélünk? Nem, most már ügyelet is, most már szóba került a házi orvosi rendszer az alap, is, az alap, de ez most már a szakellátást ahogy is kezd, érinti. Nem, ahogy ez az egész tervezet elindult, ugye ott az volt az első mondat, kórházat nem zárunk be. Tehát ez volt, aki ma ezt kimeri mondani, az nem ért az egészségügyhez. Tehát viszont az ért a politikához, mert ha azt mondaná, hogy kórházat zárunk nem, be, még ahhoz sem. Akkor azt mondanák az emberek, itt nem. Még ahhoz sem, mert tudja, mit csinált? Azt csinálta, hogy kórháznak nevezhetjük azt az intézményt, ami két szakmát. Ami két szakmát. Ha egy házi orvosnak van mondjuk egy sebész és egy házi orvos szakvizsgálja, akkor ő már kórház lehet adott. Most vicc, nem? De ha begyógyász és sebész szakvizsgálja van, akkor már lehet kórház. Ez vicc. Igen, de ezt az átlagember, a szavazó nem tudja, tehát azt mondja, csak megmaradt a kórház, ott van az épület. Csak amikor bemegy ebbe az intézménybe, és nem tudják ellátni, és onnan tovább kell vinni, és mondjuk egy sztrókja van ennek az átlagembernek, és elvesztette ezzel egy másfél-két órát, és kiesett abból az idő periódusban, amíg valóban lehetne valamit tenni, na akkor az átlagember is ezt érezni fogja, hogy a élete hátra lévő idejét ágyban, vagy nyomorékként fogja tölteni, vagy pedig egy jó eséllyel egészséges emberként. Szóval akkor lehet ez történik jelen pillanatban. Értem, szóval a házi orvosi rendszer újjászervezésével mit kellene tennie? De nem szervezi újjá, szó sincs. Mit kellene tennie? Nem szervezik újjá, ezzel az ügyeleti rendszerrel kicsit megbolondítják. Ennyit látunk. Hát azt lehet látni, hogy ugye iszonyatosan sok házi orvos hiányzik a rendszerből. Nyilvánvalóan a minél szegényebb a, de hát pontosan erre mondtam el, hogy Budapesten is ez már problémát fog jelenteni, minél szegényebb a település, vagy az adott régió. Először is szerintem nagyon erősen azzal is kell kezdeni, de létre kéne hozni egy egészségügyi rendszert ebben a... Tehát amit most csináltak, ugye, hogy a megyei kórházaknak adtak minden ellátás szervezői jogot,
de a megyei kórház egy résztvevője ennek a játéknak. Hát mit, minden szednek hova hajlik a keze? Hát maga fele. Így a megyei kórház a saját érdekeit fogja érvényesíteni, miközben mondjuk a járóbeteg ellátás elég komolyan sérülhet. Az amúgy is kivéreztetett járóbeteg ellátás még jobban sérülhet. És ugye az új rendszerben a megyei kórház majd oda rendelheti a hiányzó orvost valahonnét, pontosan. Az a valahonnét pedig még kevésbé lesz el. Pontosan. Tehát a háziorvos még kevésbé tudja majd elküldeni, ezek a betegek meg fognak jelenni továbbra is a kórházban a sürgősségi osztályon, a megyei kórházat még inkább el fogja dugítani, ezért neki még inkább lesz munkaerőigénye, még inkább elvon a külső részről, tehát egy ördögi kör alakulhat ki. És ha valaki rosszul dolgozik, akkor még a fizetésének 20%-át is elveszik. Már hogyha úgy dönt a főorvos úr, vagy asszony. Igen. Hát ez önmagában abszurd. Na szóval akkor... Azzal nem lenne baj, az, még az orvosi kamarán is abszolút egyetértek én is, hogy legyen valamiféle teljesítménymérés, legyen valamiféle minőségbiztosítás és teljesítménymérés mindenkire vonatkozóan. De ezeknek a szempontrendszerei ne egy embere, ne, vagy ne egy... ne feltétlenül csak és kizárólag közvetlen felül járon, hanem ennek legyen egy egységes, legyen az a szempontrendszer, ami Sopronban is ugyanaz, és Szolnokon is. Szóval mi az, amit az orvosi kamara megtehet ebben a helyzetben? Azzal kezdtük, hogy későn ébredtek, de mégis úgy látszik, hogy fölébredtek, és most már több kérdésben opponálják a kormányzat terveit. De mi visz a siker reményéhez közelebb? Például az, hogy mondjuk a szakápolókkal összefogva próbálnak meg nem csak anyagi értelemben, hanem szervezeti kérdésekben is előbbre jutni, mert együtt például hatásosabban léphetnek föl. Erről az oldalról mik a kibontakozások? Lehet ez is egy út, és ez egy nagyon fontos. Ráadásul most ugye az orvosi kamara közleményében nagyon, nagyon egyértelműen, nagyon tisztán és világosan megfogalmazta, hogy nem elfogadható az egészségügyi dolgozóknak a béremelésének az eltolása. Tehát ez egy nagyon tisztességes vélemény volt, és nagyon fontos is, hiszen ezzel maga mellé tudja állítani a vele együtt dolgozó kollégáit. Ki kellene dolgozni egy kvázi alternatív egészségügyi rendszert? Én még egyszer mondom, én nem az orvosi kamara persze, vagyok. Persze. Hogy de figyeli én, az egészségügyet, persze, de hogy annak minden anomáliáját. Én, illetve figyelem a politikai helyzetet. Ez a kormány nem ért másból, csak a pofonból. De szó szerint nem ért másból. Csak az erőből és a pofonból. Ha maszatol az orvosi kamara, vagy a szakszervezetek maszatolnak, azt el tudja ő is maszatolni. Az nem fogja megijeszteni. Szóval én azt gondolom, hogy itt sokkal radikálisabb lépésekre van szükség, aminek a vége a sztrájk. Az első, amit én biztos, hogy megtennék, az, hogy ott azokban az intézményekben, ahol nincs meg a minimum feltétel, ott beszüntetni azt a típusú ellátást. Kivétel a sürgős, tumoros, a szabályoknak megfelelően. Nincs meg a feltétel. Rozsdás a szike, nem operálok. Igen. Tök mindegy, hogy azt mondja, de szegény. Nem operálok, mert az a beteg érdeke is, hogy rozsdás szikével ne operáljon meg, és utána ne fertőződjön el a sebe, és legyen még egy rosszabb, még sokkal rosszabb állapotba kerüljön, mint volt. Tehát ezeket meg kellene lépni. Ahol nincs meg a minimum felvétel, ott a sürgősségi élet végtag vesztést okozó eseteken kívül, illetve az onkológia eseteken kívül, vagy a maradandós károsodást, jelentős maradandó károsodást, ott nem operálok. Lehet, hogy csípőprotézissel majd 10 évet kell várni, lehet, hogy 10 évet kell várni. De nem operálja meg addig, amíg nem lesz tisztességes felvétel. És ez valószínűleg ez az, ami ki tudja váltani azt, hogy hiszen az elfogadhatatlan a 10 évre várás, ami ki tudja váltani azt a társadalmi változtatást, vagy motorja lehet annak, hogy igenis több koncentráció szükséges az egészségügyre. Én állítom, hogy az Orbán kormány bármikor megfordítaná a politikai vitorlát, és az egészségügyet tűzné ki a legfontosabb területre Brüsszel után, hogyha erre komoly politikai kényszer
Ha ebből lenne hirtelen ebben a legnagyobb politikai ügy, akkor hirtelen megéreznék, hogy hát akkor itt kell valamit tenni. És meg is csinálna. Ugye? Igen. Kunesz Zsombor, köszönöm szépen. Köszönöm.